Viharkár. A vártnál jobb a helyzet a mezőgazdaságban a múlt heti vihar után, az Agrárkamara elnöke szerint. Felmentették a házaspárt. Gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták azt a házaspárt, amelynek gyermekét még 2015-ben érte halálos áramütés. Új körforgalom. Átadták a Törzs és Semmelweis utcák csomópontját, amelyet újabbak építése követ majd Örökösföldön. A vártnál jobb a helyzet a mezőgazdaságban, ha múlt heti vihar után, az Agrárkamara megyei elnöke szerint. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A múlt csütörtöki szélsőséges időjárás leginkább az erdőkben okozott problémát. Több évtizedes és évszázados fákat is kicsavart a néhol 100 km/órás szél. Pusztadoboson a Jármikúria parkját szinte teljesen megsemmisítette a vihar. Itt akár értéke, akár milliós tétel is lehet. Így néz ki jelenleg a pusztadobosi park a múlt csütörtöki vihar után. Szinte felismerhetetlenné vált a település központja. Az 5 hektáros parkban főleg olyan fákat csavart ki a szél, amelyek már több évtizede és évszázada itt álltak pusztadoboson. A polgármester elmondása szerint az elmúlt években élte a park a fénykorát. Rengeteg több száz éves platán és tölgy, illetve 80-100 éves hárs, valamint a gesztenye sétány is megsemmisült. A Jármikúria parkja még a rózsáiról volt híres, de a mintegy 10 éve ültetett díszfák is most érték el azt a nagyságot, hogy a település díszévé vált ez a pár hektáros terület. A lakó ingatlanokban viszonylag kisebb volt a kár pusztadoboson. A viharkár az nálunk elsősorban a parkban okozott hatalmas kárt, illetve magánházakban. A magánházak tetőinek a hiba elhárítása már megtörtént, a komolyabb tető cseréket azt nyilván ács szakemberek fogják végezni, de a beázást ezt mentesítettük többnyire, sokan önállóan, sokan pedig a katasztrófa védelem segítségét igénybe véve. A romok eltakarítása után egy új tervet készít az önkormányzat a 150-200 éves Jármikúria park felújításáról. Annak viszont örülnek, hogy a június elején átadott, háromcsoportos óvoda épületében nem tett kárt a vihar. A mezőgazdaságban a vártnál jobb a helyzet, véli rá címre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A kukoricán és a napraforgón csekély mértékű a maradandó sérülés. A mezőgazdaságban, a kultúrában, a napraforgóban, kukoricában, vagy itt éppen egy gyümölcsös is van mellettünk, kismértékű jégverés következett be, de úgy, amennyire a híradásokból hallottuk, hogy fákat csavart ki, biztos előfordul a megyében, de az a töredéke lehet itt a mi megyénkben a gyümölcstelepítésnek nem tudom hány százalékát érhette. Itt egy éppen aratás előtt lévő kalászosnál vagyunk, ahol itt is megdűtögette a szél, úgyhogy van olyan hely, ahol a kombány majd nem fogja tudni felszedni, de arról a rémhírekről, amiről hallottunk, én megmondom őszintén, egy kellemes csalódás most, amit látunk. Az Agrárkamara feladata, hogy arra keressen megoldást, amit a kárenyhítési alap nem tud kezelni. Az illetékes minisztériumot már megkereste a helyi szervezet, hogy milyen forrást lehetne az erdőkre és a gyümölcsösökre fordítani, ugyanis a legnagyobb károkat a fákban okozta a vihar. A hozamkérsés számolunk a kárenyítés kiszámításakor, és akkor mondjuk egy erdőnél, amikor ez se nem vágás érett, ez egy információm szerint egy 7 éves erdő, de minden fát kidöntött a szél, értékesítési szempontból még kevés a mennyiség, és akkor ezt újra kell telepíteni, akkor itt nem mondhassuk azt, hogy egy évi hozama esett ki, hanem ha ezt fel kell számolni, akkor ez jóval nagyobb kár keletkezett, mint ha itt egy éves hozamkésésről beszélnénk. Pusztadobos felé haladva a 41-es számú főút mellett is lehet látni, hogy a vihar hatalmas fákat csavart ki, ami érdekessége a csütörtöki időjárásnak, hogy bár a magasabb fákat kitépte a szél, az útmenti mezőgazdasági területeken nem jelentős a kár a szántóföldi növényekben. A szövetségben Nyíregyházáért nem csak polgármestert jelöl közösen, hanem az egyéni választókörzetekben is közös képviselőket indít az őszi önkormányzati választáson.
A hármas számú körzetben, amely a Korányi kertvárost, az Örökösföldi kertvárost és Kőlapost jelenti, a Mindenki Magyarországa mozgalom képviselője Lövei Csaba lett a jelölt. A képviselő kiemelte, számára a legfontosabb az átlátható gazdálkodás, és hogy a lakókkal együtt, nem pedig helyettük eldöntve alakítsa ki a fejlesztési programot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan része a városnak, ahol elég jelentős adóbevételre tesz szert a város az ott élők adóiból. Ehhez képest szerintem az elmúlt időszakban nagy kaliberű fejlesztések nem történtek ezen a területen, ami a legfontosabb az szerintem, hiszen ez ugye a Korányi Frizses utcát is említettem, Nyíregyháza egyik legfontosabb bevezető szakasza. Szerintem a legfontosabb az, hogy olyan jellegű közlekedési fejlesztések történjenek, hogy alternatív útvonal alakuljon ki Sóstó-Sóstóhegy felé. Felmentették a vád alól azt a tiszavasvári házaspárt, amelynek gyermekét még 2015-ben érte halálos áramütés egy zárlatos hűtőszekrény megérintésekor. A nő és a férfi illegálisan és szabálytalanul vette az áramot, ami közvetlen összefüggésben volt fiúk halálával. 4 évvel ezelőtti ügyben hirdettek ítéletet kedden a nyíregyházi törvényszéken. Egy tiszavasvári fiú játék közben véletlenül hozzáért egy zárlatos hűtő fémalkat részéhez, aminek következtében halálos áramütés érte. Kiderült, hogy anyja és apja illegálisan jutott áramhoz, ez valamint a sérült elosztó és a hűtő meghibásodása okozta halálát. A szülőket gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, ennek a büntetőügynek a végére tettek most pontot. A törvényszék elsőrendű teriz, és másodrendű Gergő vádlottakat a gondatlanságból elkövetett emberölés vétségének büntető törvénykönyv 160. paragrafos első bekezdés és negyedik bekezdés vádja alól felmenti. A törvényszék a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatal bűnjelkezelő által az 1/265/2017 számú bűnjellapon kezelt egy darab hűtőszekrény, egy darab elosztó és egy darab vezeték lefoglalását megszünteti és a megsemmisítésüket elrendeli. Az indoklásban a bíró kifejtette, hogy a szülők nem rendelkeztek kellő tudással az áram szabálytalan használatának, az úgynevezett kampózásnak a veszélyeivel. Nem láthatták előre a következményeket. Ezt támasztották alá később a szakértői vélemények és a tanúk által elmondottak is. Kedden egy emberölési ügyről is tárgyaltak a nyíregyházi bíróságon. A vádlott férfi gyakran veszekedett élettársával, akit rendszeresen bántott is. 2008 májusában úgy megverte és megrúdosta a nőt, hogy az borda és orcsontörést, valamint agyzúzódást szenvedett, és néhány nappal később a kórházban meghalt. A férfi, aki az eset után külföldre menekült, és csak tavaly nyáron Dominikán fogták el, nem ismerte bűnösségét és vallomást sem tett. Az ügyész ugyanakkor elmondta, milyen büntetés javasol számára. Aztó vádlottat vádolom egyrendbeli emberölés büntettével. Amennyiben az előkészítő és ülésen a vádlott beismerő vallomást tesz, úgy indítványozom, a törvényszék a vádlottal szemben 10 év börtönbüntetést szabjon ki, és a vádlottat 10 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Ugye ezt börtönfokozatban állapítsa meg, és állapítsa meg, hogy a büntetésének 2/3 részének letöltését követően bocsátható feltételes szabadságra. A fogvatartásban töltött időt a bíróság számítsa be. A férfi védője szerint a nő sérülése mástól is keletkezhetett, a vádlott pedig új tanú kihallgatását javasolta. Az ügyben november elejére tűztek ki több napos tárgyalást. Átadták a Törzs utca Semmelweis utcai csomópontját. A körforgalom kialakítása és több örökösföldi út felújítása 2 projekt keretében összesen mintegy 3 milliárd forintból valósult meg az elmúlt hónapokban. A városrészben ezzel nem állnak meg a fejlesztések, hamarosan további 2 körforgalmat építenek. Madártávlatból is könnyen felismerhető örökösföld, aki azonban régen járt már itt, annak lehet újdonság a nyíregyházi városrész határában fekvő új 4-ágú körforgalom. Nemrég készült el egy bő 2 milliárd forintos projekt keretében. Hivatalosan kedden adták át a csomópontot, amely a kanyarodás könnyíti meg a Semmelweisről a Törzs utcára.
A balra kanyarodás sokkal jobban elvégezhető, sokkal biztonságosabban, a kerékpárosok is biztonságosabban közlekedhetnek, és a gyalogosok is, hiszen kerékpárút is épült, gyalogos hátkelő is épült, mind a négy irányba, mind a Szilvavölgy lakópark irányába, mind az Örökösföld irányába. A jobbra kanyarodó sáv is épült, ugye a Praktikernél, a 41-esre, ami szintén a dugóknak a csökkentését eredményezi, és a Törzs utca végén a Pazony útra is egy jobbra kanyarodó sáv is elkészült, ami szintén ugye a forgalom gyorsítását eredményezi. Ezért így az összességében, hogy a Semmelweis utca is teljes mértékben megújult az aszfaltburkolata, a Törzs utca is és a Szallag utca is, ez így egy komplex fejlesztés jelentett, ami mindenképpen a közlekedésben résztvevőket szolgálja. Az útszakaszon korábban gyakran alakultak ki nagy dugók, így a városlakók már régóta várták ezt a fejlesztést, ahogy több másikat is. Az elmúlt hónapokban mások mellett elkészült a Törzs utcán a Pazonyi és Orosi úti csomópont, valamint járdát építettek a Semmelweis és Orosi út között. Egy másik 950 millió forintos projekt részeként bővítették a Szegfő utcát, felújították a Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és Lujza utcát. Hamarosan pedig két újabb körforgalmat alakítanak ki Örökösföldön. Nem sokára indul két újabb körforgalom építése itt az Örökösföldön. Az egyik a Család utca belső körút kereszteződésében, ott is hasonló a közlekedési helyzet, mint itt volt. Belső körútról balra nagy ívben kifordulni lehetetlensége határos főközlekedési időben. A másik szintén egy körforgalom a Család utca Szalag utca találkozásánál lesz. Én azt gondolom, ezzel egy olyan közlekedési rendszert tudunk kiépíteni itt Örökösföldön, amit hát az itt élők, erre közlekedők nagyon nagy mértékben fognak megérezni, és pozitívan nyilván. Ezek is több százmillió forintból valósulhatnak meg várhatóan jövő őszre. A tervek szerint az eddig elkészültekhez hasonlóan tovább növelik majd Örökösföld közlekedés biztonságát, és javítják a település rész egyenletes forgalomáramlását. 88 korábban elismerést nem kapott háziorvos vehetett át címzetes főorvosi emléklapot. Erre a címre azok a háziorvosok jogosultak, akik 20 éven keresztül folyamatos körzeti, illetve háziorvosi feladatokat láttak el. Az áldozatos munkájuk elismeréseként a Magyar Orvosi Kamara területi szervezete felkarolta a kezdeményezést, hogy ne csak a jogszabály adjon elismerést, hanem ünnepi rendezvény keretein belül köszönhessék meg a szolgálatot. 4 éve egy jogszabály értelmében a bizonyos feltételeknek megfelelő házi orvosok címzetes főorvosi elismerésben részesülnek. Sok település önkormányzat a saját ünnepséget is szervez ennek alkalmából, azonban ezt nem mindenki teheti meg. Ezért felkarolta a kezdeményezést a Magyar Orvosi Kamara területi szervezete, a feltételek pedig ugyanazok. Legalább 20 éven keresztül házi orvosként, házi gyermekorvosként, vagy fogorvosként, alapellát a fogorvosként kell tevékenykedni ahhoz, hogy erre a címre a jogszabály révén jogosultá váljon az ember. A legtöbb házi orvosnak fontos visszaigazolás ez az elismerés, egy megerősítés, hogy valóban jól végzik azt a tevékenységet, amely nem csak munka számukra, hanem hivatás és szerelem. 1974 óta dolgozom az egészségügyben, 45 éve. Hát ez egy nagyon szép megemlékezés ez az emléklappal, hogy 45 évet dolgoztam ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba, és hál' Istennek, amíg bírom, fogom is csinálni tovább, mivel hogy szeretem. A házi orvosoknak sokszor hirtelen kell döntéseket egyedül meghozniuk, nincs idejük és lehetőségük osztályos megbeszélésekre, laborvizsgálatokra. Ezért minden lehetséges módon fontos kiemelni és megbecsülni a munkájukat. Örömmel hallgattam most orvosokkal beszélgetve azt, hogy egyre többen választják, számszerűsíthetően is többen választják a háziorvosi hivatást. Ebben benne van anyagi megbecsültség is, tehát ez nőtt az elmúlt években, de sajnos vannak olyan körzetek, ahol a háziorvosi praxis közösség jelentheti a megoldást. Aprófalvas települések nem bír el egy-egy település nyilvánvalóan egy háziorvosi praxist, és hogy ki tudják venni a szabadságukat, hogy családi életet tudjanak élni az orvosok, ezért a nagyon komoly újítás és segítség a praxis közösségettől sokat várnak a jelenlévő háziorvosok, hogy ez megoldja azt az évtizedek óta kínzó háziorvosi hiányt, ami a megyére is jellemző egyébként. A címzetes főorvosi emléklapra 88 háziorvos tartott igényt,
a legtöbbjük át is tudta venni az elismerést. Két új pihenőparkot alakított ki a Rotary Klub a Nyíregyházi Állatparkban. A világszervezet helyi csoportja egy kirándulás alkalmával döntött úgy, hogy padokat és asztalokat helyezne el az állatkertben. Két helyszínen is új padokat és asztalokat használhatnak ezendúl a Nyíregyházi Állatpark látogatói. A fából készült pihenő eszközöket ajándékba kapta az állatkert a helyi Rotary Klubtól. Mi csak szenvedő alanyok vagyunk, mi kaptuk ezt ajándékba, és nagyon boldogok vagyunk. Természetesen idézőjelben mondtam a szenvedő alanyokat, hiszen a rotarisok erre sétáltak, és látták, hogy itt volt két pihenőhely, amit nagyon szerettek a vendégek, de már nem volt valami jó állapotban. És még nem jutottunk oda, hogy felújítsuk, és ők ezt vállalták. És ez annyira jól sikerült ez a vállalás, hogy két teljesen új pihenő helyet csináltattak az egyik támogatójukkal. Én azóta is nagyon örülünk neki, nagyon kedves asztalosmester. Július 1-ével a Nyíregyházi Rotary Klub elnöki székét dr. Csedreki László vette át. A céljaink vannak is, terveink is vannak. De a Rotary gondolatát ezt nem érdemes elfelejteni, mindig a jót tenni, a jót akarni és segítséget nyújtani. Nagy vonalakban ez, de hát sok apró munkával lehet ezeket elérni. De épp például nagy örömünkre szolgál ez is, hogy helyet kaptunk itt a Vadasparkban, két helyen is meg tudjuk mutatni magunkat. Ha itt sétálnak a gyerekek, az emberek, akkor esetleg Rotary eszükbe jut a gondolatok, segítségnyújtás lehetősége. A mintegy 35 hektáros erdőben fontos, hogy minél több pihenési lehetőséget biztosítsanak a vendégeknek. A Nyíregyházi Rotary Klubnak köszönhetően ez most két helyszínnel nőtt. A dobogóra szeretne állni Szikszai Róbert a Nápolyi Univerziádén. A nyíregyházi diszkoszvető a jövő hét elején utazik Olaszországba, ahol a hétfőt számláló atlétikai válogatott tagjaként képviseli Magyarországot az egyetemi és főiskolai világjátékokon. Július 3-a és 14-e között Nápoly ad otthont a 30. nyári univerziádénak. Az egyetemisták és főiskolások világjátékán 21 felsőoktatási intézmény 105 sportolója képviseli a magyar színeket. A Nyíregyházi Egyetemről az úszó Szurovcsák Ivet, a röplabdázó Tóth Fruzsina és Tóth Dalma, valamint a diszkoszvető Szikszai Róbert utazik Olaszországba. Utóbbi a hétfőt számláló atlétacsapat tagjaként dobogós reményekkel várja az univerziádét. Az idei legjobban 62-89-eddig, amit Pesten tudtam az egyetemi bajnokságon. Úgy gondolom, hogy most az univerziádén is egy hasonló 63 méteres eredménnyel dobogón lehet lenni. Volt egy sérülésem télen, egy részleges mellizomszakadásom volt, amiből úgy látszik, hogy sikerült elég jól kilábalnom, és most úgy érzem, hogy egy ilyen 63-64 méteres formában érzem magam. Szikszai Róbert két éve a harmadik helyen végzett a tájvani univerziádén, mellette állt már dobogón ifjúság és U23-as Európa-bajnokságon is. A nápolyi versenyen a korhatár leszállítása miatt jó eséllyel pályázik érmes helyezésre Kerekes László tanítványa. Úgy szokták mondani, hogy ez az olimpia után a második legrangosabb verseny, legnézettebb verseny. Úgy gondolom, hogy most ezzel, hogy levitték a korhatárt 25 évre, azért ezzel jóval megnőttek az esélyeink arra, hogy ismét dobogóra álljak, és ez lenne a célom. Szikszai Róbert edzője társaságában július 9-én utazik Nápolyba, ahol 11-én rendezik a férfi diszkoszvetés selejtezőjét, 13-án pedig a döntőben lehet jelenése a nyíregyházi atlétának. 16 arany, 13 ezüst és 14 bronzérmet szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok a Diákolimpia országos döntőiben. A nyíregyházi Móricz röplabdázói az ISF U15-ös világbajnokságon képviselték Magyarországot. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület sikeresen pályázott a 4. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjének 2020-as rendezésére. Június közepén a tanévvel együtt befejeződött a 2018-2019-es diákolimpiai sorozat is. A megyebeli sportolók az országos döntőkben összesen 43 érmet szereztek, 16 arany, 13 ezüst és 14 bronz megoszlásban. A nyíregyházi Móricz lányröplabdázói a nemzetközi porondra is kiléphettek, a korosztályos világbajnokságon Porezsben képviselhették a magyar színeket. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy az érmeket több település sportolói szerezték a döntőkben.
Vannak olyan pólusai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, amelyek Nyíregyháza mellett tudják húzni a megyei sportéletet, és ez azért is fontos, mert így egyre többen jutnak lehetőséghez, egyre többen juthatnak el arra a szintre, ami azt hiszem, hogy egy diák sportolótól elvárható, hogyha komolyan végzi a munkáját. Rengeteg jó tanuló, jó sportoló van, és ehhez viszont kellenek azok az infrastruktúrális feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki egy adott sportágban ki tudja magát próbálni, és ez hál' Istennek most már egyre több településen vannak meg a lehetőségek, és sőt azt mondhatjuk, hogy minden településről eljuthatnak már a járásközpontokba nagyon könnyen a diákok, és ott pedig már minden infrastruktúrális lehetőség adott arra, hogy akár csapatsportágakban, akár atlétikai sportágakban, vagy egyéni sportágakban ki tudják próbálni magukat, és tudják azt a tehetséget érvényesíteni és megmutatni, amely bennük van. A sikeres szerepléshez nem csak a diákok, hanem a testnevelő tanárok, edzők munkája is elengedhetetlen volt. Igyekszünk díjazni azokat a testnevelőket is, akik a pedagógus munkában rengeteget tesznek azért, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő gyerekek, akik sportolni szeretnének, ők ezt meg is tehessék. Ez valóban egy olyan munka, amely pótolhatatlan, és hát bár minden évben vannak olyan nyugdíjas pedagógusaink, akik nagyon nagy űrt hagynak maguk után, de hál' Istennek azért elmondható az is, hogy mindig van azért utánpótlás, vannak lelkes fiatal pedagógusok, akik szeretnék ezt a küldetést felvállalni, és amíg ez a folytonosság megvan, addig én úgy gondolom, hogy a megyei diáksport életben nem lesz igazából törés. A testnevelők mellett azért én itt megemlíteném a szülőket is, akik egy nagyon komoly hátteret adnak, és nagyon komoly lánc személy egyébként annak, hogy eredményesen tudjanak sportolni a gyerekek, hiszen azért már a mai felgyorsult világban egy igen komoly logisztikai feladat az, hogyha a gyerek sportol, hogy akkor eljusson edzésre, eljusson iskolába, aztán délután megint edzésre, és ez a szülők nélkül, a szülők rugalmassága és a szülők odaadása nélkül, ez nehezen lenne kivitelezhető. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület az elmúlt tanévben nem rendezett országos döntőt, jövőre azonban ismét egy nagyszabású esemény házigazdája lesz Nyíregyháza. Az egyesület ugyanis sikeresen pályázott a 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjének 2020-as rendezésére. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A vártnál jobb a helyzet a mezőgazdaságban a múlt heti vihar után az Agrárkamara megyei elnöke szerint. A múlt csütörtöki szélsőséges időjárás leginkább az erdőkben okozott problémát. Több évtizedes és évszázados fákat is kicsavart a néhol 100 km/órás szél. Pusztadoboson a Jármikúria parkját szinte teljesen megsemmisítette a vihar. Itt a kár értéke akár milliós tétel is lehet. Felmentették a házas párt, amelynek gyermekét még 2015-ben érte halálos áramütés egy zárlatos hűtőszekrény megérintésekor. A nő és a férfi illegálisan és szabálytalanul vette az áramot. A gyermek halála közvetlen okozati összefüggésben volt a vádlottak által szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült elosztó és hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával. Átadták kedden a Törzs utca, Semmelweis utcai csomópontját. A körforgalom kialakítása és több örökösföldi út felújítása két projekt keretében összesen mintegy 3 milliárd forintból valósult meg az elmúlt hónapokban. A városrészben ezzel nem állnak meg a fejlesztések, hamarosan további két körforgalmat építenek, amelyek több 100 millió forintból jövő őszre készülhetnek el. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 2-án, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden este változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, majd az északkeletire forduló szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Szerdán kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul.
A következő napokban általában több órás napsütésre van kilátás, fátyol, illetve gomoly felhőkkel. Csupán helyenként fordulhat elő zápor eső, zivatar, a szél délnyugatira, majd ismét északira fordul, többfelé megerősödhet. A hőmérséklet lényegesen nem változik, nagyrészt a sok évi átlag közelében alakul.